This is not your first Hungarian gig. You've played a few. Nem ma játszotok először nálunk, többször feléptetek már magyarországi fesztiválokon. Melyik látogatás volt eddig számodra a legemlékezetesebb? The Volt Festival was very exciting. A Sziget és a Volt Fesztivál egyaránt izgalmas volt. When we've been to the Sziget Festival. Emlékszem, amikor a Szigeten voltunk 2 évvel ezelőtt, kimentünk a városba autóval. So we drove to the inner part of the city and went out and megnéztünk pár látnivalót, nagyon szép volt. It's very nice. Was very lenyűgöző volt az éjszakai élet Budapesten. I read a few other interviews. Olvastam egy veletek készült amerikai interjút, and in the lead of the article, aminek az elején úgy mutattak be titeket, hogy a Milky Chance nevű német alternatív rock zenekar. Dühít titeket, amikor ilyen nem igazán rátok illős katujába helyeznek be titeket, vagy nem foglalkoztok ilyesmivel? No, not angry. I mean, nem dühít. A tapasztalatunk, hogy egy csomó műfajt megemlítenek velünk kapcsolatban az emberek, amivel megpróbálják meghatározni a zenénket. Tulajdonképpen ez remek dolog, mert mi rengeteg különböző zenét hallgatunk, és azok mind hatnak ránk. És ha odafigyelsz a részletekre, akkor egy színes egyveleget fedezhetsz fel magadnak. Minket nem zavar, ha az emberek műfajokat emlegetnek. Nem alternatív rockzenekar vagyunk, de van, akinek annak tűnhetünk. Nincs ezzel semmi baj. Which of the two albums do you think is... Melyik lemezetekkel vagy elégedettebb a kettő közül? They're the same thing. Well, I mean both of them. Nyilván mindkettő nagyon fontos számunkra. Természetesen a második esetében voltunk úgy, hogy ott tényleg komplett albumban gondolkoztunk, máshogyan álltunk hozzá. Profi stúdióban dolgoztunk, és sokkal több erőfeszítést vittünk bele a részletekbe, színesítettük a hangzásunkat. Zeneileg sokkal fejlettebb ez a lemez, mint az első. Sokat fejlődtünk zeneileg, és ez hallatszik is a dalokban. Pár napja jött ki a legújabb klippetek a Firebird című dalhoz. Egyrészt van benne 8 mm-es felvétel rólatok, másrészt láthatunk benne bolíviai pankrátornőket. Hogy ilyen klippet készítettetek? How come you made this kind of video? There was our videographer. A klip felelősünk Anthony, aki már 2 éve velünk dolgozik és jó barátunk, egy alkalommal elutazott Bolíviába. És amikor beszélgettünk vele a következő klipünkről, a Firebirdről, ő javasolta, hogy legyenek benne ezek a bolíviai nők. Bemutatjuk a hétköznapi életüket, ahogy viszik a gyerekeiket, dolgoznak, aztán este meg pankrátorkodnak. Arra gondoltunk, hogy ez passzolna a kliphez, mert a dal azokról a különböző utakról szól, amiken végigmész az életed során. Az átalakulásról, a bátorításról szól, meg arról, hogy mit akarsz csinálni, és hogy mihez van kedved. Jól összeillett a téma és a klip. Mi szerepel a Milky Chance Rider-jében? A Riderben? Semmi különös. Csak a szokásos cuccok. Very casual, regular stuff, you know. Few drinks. Italok. Some food. Kaja. You know. Tej. Az nincs. Pár éve még szórakoztunk ezzel, és beleírtunk egy kis kutyát, hogy simogathassuk, de az csak a poén volt. Egyszerűen csak tudni akartuk, hogy valóban beszereznek-e nekünk ilyet, és párszor hoztak is, de nem igazit, játékot. Az vicces volt.